Emlékszem a napra, amikor felmondtam az első munkahelyemen. Aznap reggel csak feküdtem az ágyban, és nem tudtam felkelni. Nem éreztem, hogy lenne értelme aznap is bemenni az irodába, és nyomasztó monotonitással e-mailekre válaszolni, meg Excel táblázatokat töltögetni. Jobb lesz ettől bárkinek is bármi? Jobb lesz ettől a világ? Ha én nem csinálom meg, ugyanúgy megcsinálja valaki más. Akkor már hónapok óta pánikszerű gondolataim voltak. Mentem a boltban vagy a villamoson, és elfogott a pánik érzése. Úgy éreztem, hogy azonnal összeesek és meghalok. De amikor aznap reggel azt éreztem, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, akkor rájöttem, hogy nagy baj van. Rájöttem, hogy ki kell mozdulnom ebből a környezetből. Rájöttem, hogy addig sosem leszek boldog, amíg nem a saját álmomért dolgozok. Ekkor hallottam az egyik ismerősömtől egy amerikai ösztöndíjról, ami lehetővé tette, hogy közel egy évet Amerikában töltsünk gyakornokként valamilyen cégnél. Jó lehetőségnek tűnt, hogy kimozduljak a környezetemből, úgyhogy jelentkeztem is erre az ösztöndíjra. Megírtam a pályázatot, elmentem az interjúra, és hamarosan érkezett az e-mail, hogy megkaptam az ösztöndíjat. Én voltam a legboldogabb ember a világon. És pár hónap múlva már úton is voltam Amerikába, egy Savannah nevű georgiai kisvárosba. Itt egy non-profitnál lettem marketing gyakornok, és abban segítettünk az embereknek, hogy elindítsák és továbbfejleszték a vállalkozásukat. Mi lehetne jobb hely ennél számomra is, hogy megtanuljam, hogy hogyan induljak el, hogyan indítsam el a saját vállalkozásom. Amerikában az első napom egy szerda volt, elbicikliztem az irodába, egy régi raktárból átalakított hatalmas téglaépületbe. Ott a mindig mosolygós főnököm bífogadott. Isten hozott, gyere be gyorsan, később körbevezetlek, csak segíts gyorsan bepakolni ezeket a székeket. És tényleg sietnünk kellett, mert a hely hamarosan megtelt kávéjukat szürcsölgető, baseball sapkás emberekkel, akik izgatottan vártak valamit. Bí még hozzátette, hogy a szerda a kedvenc napja, ezért éppen jókor jöttem. Azt hittem, ez valami vicc. Kinek és miért lenne a szerda a kedvenc napja? Hamarosan rájöttem, ugyanis ez a kis közösség minden szerda reggel összegyűlt azért, hogy segítsenek egymásnak. Minden alkalommal két ember mutatta be a vállalkozását vagy az ötletét, és azt, hogy mi a problémája, miben kéri a közösség segítségét, mi az, amiben elakadt. Ezt követően pedig a közönséggel együtt ötleteltek és megpróbáltak megoldást találni a kérdésre. Hihetetlen volt látni, hogy egy ilyen Debrecen méretű kisvárosban ennyi lelkes és tenni akaró ember van, aki létre akar hozni valami újat. Imádtam ezeket a reggeleket, és még aznap elhatároztam, hogy amint hazajövök Magyarországra, én is létrehozok egy ilyen közösséget. Haza akartam hozni valamit ebből a nyitottságból, tenni akarásból és energiából, amit kint tapasztaltam. Szerencsére, amikor hazajöttem, találtam két lányt, Beát és Lilit, akik szintén éppen akkor jöttek haza Amerikából, hasonló lelkesedéssel és motivációval. Meg is beszéltük, hogy együtt elindítunk valamit. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mit, csak hajtott minket a lendület és a tenni akarás. Pár hét múlva meg is beszéltük az első meetinget egy kávézóba, és kitaláltuk a nevünket, Chili Night, egy kicsit csípős, kicsit magyaros, valami, amit mindenki szeret. Azt tűztük ki célul, hogy inspirálni fogjuk a közönségünket, és létrehozunk egy olyan támogató közösséget, ami Amerikában is körülvet minket. Három dolgot tűztünk ki célul, inspiráció, közösség és tanulás. Kerestünk előadókat, helyszínt, meghirdettük az első eseményt. Őszintén fogalmunk sem volt, hogy mi fog történni, eljön egyáltalán valaki, vagy érdekelhet ez egyáltalán bárkit is. Legnagyobb meglepetésünkre a hely már az első alkalommal tele volt. És nem csak az ismerősök és barátok jöttek el, akiket persze meghívtunk, hogy ne legyen ciki, ha nem jön el senki, hanem igazi emberek, akiknek egyetemisták, mérnökök, dizájnerek, akiknek már volt valami ötletük, csak nem tudták, hogyan induljanak el. Hiányzott nekik egy támogató közösség. Imádom ezeket a lendületes és tenni akaró embereket, akik eljönnek hozzánk a rendezvényeinkre. Ilyenkor mindig ugyanazt az izgatott várakozást érzem, mint amit kint éreztem Amerikában.
Igyekszem mindenkivel beszélgetni, és megismerni a történetüket, mert nekem nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor látom, hogy valaki megteszi az első lépést a saját ötlete megvalósítása felé. Mert amint megteszik ezt az első lépést, mondjuk keresnek egy alapítótársat, vagy végeznek egy mini piackutatást, akkor onnantól az ötlet elkezd valósággá válni. Elkapja őket a lendület, és viszi őket tovább. Onnantól már a kihívások helyett megoldásokat keresnek, és egy ilyen támogató közösségben meg is találják azokat. Szeretnék megosztani néhányat a kedvenc történeteim közül, amik azt mutatják, hogy egy támogató közösségben bárki valóra válthatja az álmát. Az egyik előadónk, Via, többször eljött hozzánk nézőként a közösségünkbe. Mindig lelkesen feedbackelt, kérdezett, ott maradt networkölni. Minden hónapban alig várta a találkozónkat. Egyszer az egyik hosszúra nyúlt alkalom után egész éjszaka nem tudott aludni az izgalomtól, és hirtelen összeállt neki a kép, rájött, hogy mi az igazi szenvedélye. Kérdezni, visszajelzést adni, terelgetni az embereket az álmaik megvalósítása felé. Egy ilyen támogató közösségben nem volt kérdés, hogy belemerjen-e vágni. Pár hét múlva ő is előadta az ötletét, művészeti eszközök bevonásával, festéssel, rajzolással segít az embereknek önismeretben, önfejlesztésben és önmegvalósításban. Via még aznap az előadását követően lehetőséget kapott rá, hogy megszervezze élete első workshopját. Ki tudja, hogy a közösségünk nélkül mikor talált volna rá az igazi szenvedélyére, és lett volna bátorsága belevágni ebbe. Azon kívül, hogy kerestek egy inspiráló közösséget, az is fontos, hogyha már ott vagytok, akkor hallgassátok meg, hogy mit mond a közösség, és legyetek nyitottak az új ötletekre és az új területekre. Ezt mutatja egy másik előadónk, Márti története, aki 4 éve nyitotta meg a gluténmentes éttermét, miután szembesült a saját ételallergiájával. Márti jó vállalkozóhoz híven, jó kezdővállalkozóhoz híven mindent maga csinált. Ő volt a szakács, az étterem vezetője és még a marketinges is. Éjjel-nappal dolgozott, és egyszer eljutott arra a pontra, hogy már nem bírta tovább. Majdnem feladta az éttermét, amit annyi kemény munkával felépített. Ekkor az egyik ismerőse javasolta, hogy jöjjön el hozzánk előadni, és hát ha a közösségben van valakinek tapasztalata étteremvezetéssel kapcsolatban, és meg is osztaná vele azt. Márti el is jött hozzánk, és az előadását követően egy kínai étterem tulajdonostól kapott ötletet, hogy hogyan tehetné fenntarthatóvá az éttermét. Szerintem nem gondoltuk volna, hogy innen érkezik a válasz, de ez a kínai étterem tulajdonos részletesen elmondta Mártinak, hogy ők hogyan működnek hatékonyan, és mik azok az elemek, amiket esetleg Márti is átvehet a saját üzleti modelljébe. Márti étterme azóta is működik és virágzik, és szerintem ez annak köszönhető, hogy nyitott volt az új ötletekre, és meg is fogadta azokat. Azon kívül, hogy kerestek egy inspiráló közösséget, és nyitottak vagytok az új ötletekre és területekre, az is fontos, hogy hitelesen képviseljétek önmagatokat és a vállalkozásotokat. Erre jó példa egyik előadónk Erik története. Erik hallássérült születése óta, és csapatával azon dolgoznak, hogy hallássérült fiatalokat tanítanak meg programozni. Eriknek ez az ügy szívből jön, és neki mindennél fontosabb az, hogy bebizonyítsa, hogy a hallássérült fiatalok is ugyanolyan értékes munkát tudnak végezni, mint az épp hallású társaik. Azért jöttek hozzánk előadni, mert még csak egy éve indult a vállalkozás, és szerettek volna visszajelzést kapni, hogy van-e egyáltalán erre igény, és szerettek volna új kapcsolatokat, ügyfeleket szerezni. Erik az előadását követően több ajánlatot is kapott együttműködésre, és meggyőződésem, hogy ez annak köszönhető, hogy hitelesen képviselte önmagát és a vállalkozását, és egyértelmű volt, hogy neki ez az ügy a világon mindennél fontosabb. Az elmúlt 3 évben több ilyen Mártihoz, Viához és Erikhez hasonló emberrel találkoztam, és mindig örömmel tölt el látni, hogy mennyire hisznek a saját ötletükben, és meg akarják valósítani azt. És hogy mit adott nekem a Chili? Leginkább hitet. Most már hiszem azt, hogy érdemes reggel felkelnem, van értelme annak, amit csinálok. Látom, hogy konkrét hatással tudok lenni más emberek életére. És bár sokszor ugyanúgy egész nap e-mailekre válaszolok és Excel táblázatokat töltögetek, de ez más, mert pontosan tudom, hogy miért csinálom.